hogy az ilyen 5 millió forint volt, akkor a fólia is, másfél-két millió a fűtés, a lámpák. Közel 10 millió forintot fektetett vállalkozásába Bárdos Viktor az elmúlt időszakban. A férfi bátaszéken termeszt csili paprikákat, amiből szószokat főz, ezeket árulja. A koronavírus miatt most azt mondja, a csőd szélére került. Gyakorlatilag teljesen nullára redukálta az eladást ez a, az a vírus. Ugye az éttermek, viszont eladók mindenben van zárva a nagykerek is nem vesznek át árut, úgyhogy gyakorlatilag a nagyon kiváló eladásról teljesen nullára redukáltuk az eladást. Egyik pillanatról a másikra fog megváltozni a helyzet a gazdaságban, miközben eddig kevés volt a munkaerő, most arra kell számítani, hogy a vállalkozások elbocsátanak embereket, ezt mondja a nem egy kereskedelmi és iparkamara elnöke. Itt a munkaerő megtartása szerintem nagyon fontos, mind az államnak, mind a dolgozóknak, mind a munkáltatóknak. A szakértő szerint a gazdaságot nagyon súlyosan fogja érinteni a koronavírus, hiszen nagyon sok embernek fog elveszni a munkahelye. Ez nem csak a turizmus és a vendéglátás területén lesz majd érezhető, hanem a kiszolgálást biztosító termelésben is. Ha most elküldünk embereket, akkor úgy járunk, mint 2008-ban, hogy kimennek dolgozni nyugatra, és azóta se tudtuk őket visszahozni. Ennek elkerülése érdekében közösen kell vállalni a terheket az államnak és a munkadóknak és a munkavállalóknak, mondja a kamara elnöke.